Áldás békességet! Szeretettel köszöntöm a kedves nézőket! Isten igéjét olvasom Lukács evangéliumából a 10. rész 37. verséből. Jézus erre ezt mondta neki, menj el, te is hasonlóképpen cselekedj. Ha nekünk kellene arra a kérdésre válaszolni, hogy ki az én fele barátom, vajon mit válaszolnánk? Jól nevelt keresztényként bizonyára azt felelnénk, hogy mindenki. Ez azonban csak részben igaz, mert benne van az általánosítás, és már is jöhetnek a kifogások, hogy ugyan már hát senki sem kívánhatja tőlem, hogy mindenki gondját magamra vegyem, elég nekem a sajátom is, így a mindenkiből könnyen lesz senki. Érdekes módon Jézus sem azt mondja, hogy mindenki fele barát, hiszen ő ismeri igazán emberi természetünket, kibúvót, kereső, ügyes reakcióinkat. Jézus az ő példázatával leszűkítette a felebarát fogalmának keretét arra a nyomorultra, aki a te irgalmadra, a te segítségedre szorul, akit megtámadott és kifosztott mások igazságtalansága, önzése, gonoszsága. Testileg és vagy lelkileg kifosztottan, megsebesülten vár valaki a segítségedre a közvetlen környezetedben, mert nélküled nincs esélye az életben maradásra, a gondjain való felül emelkedésre, az emberhez méltó életre. Az igazi felebaráti szeretet Jézus szerint még a rablókra is kiterjed, akik a gonosz erők áldozataivá válnak. Nehéz, de nem lehetetlen, sőt, nagyon is szükséges szétválasztani a bűnt az elkövetőjétől, hiszen Isten gyűlöli a bűnt, de szereti a megtérő bűnöst. Jézus egyértelművé teszi a felebarát kérdését, amikor rámutat, hogy a kisemmizett, kifosztott áldozatok sem mind a felebarátaink, bár mindegyikért tud fájni a szívünk, hanem csak az az egy, aki az utunkba akad, akivel pillanatnyilag találkozunk. A pap és a lévita valószínű, hogy elméletben azt vallotta, hogy minden bajba került ember a fele barátja, csak az az egy nem, aki mellett elhalad. Pedig ott és akkor csak az az egyetlen ember jelenti a fele barátot, akivel találkozol, akivel szemben a találkozás folytán aktuálissá válik a szeretet parancsa. Nem véletlen, hogy Jézus éppen egy samaritánus és egy zsidó szereplővel mutatja be a fele baráti szeretet gyakorlatát. Tudjuk jól, hogy a két nép között évszázadokra visszanyúló ellentét feszült. A zsidók lenézték a samáriaiakat, mint alacsonyabb rendűnek tartott népet, a samáriaiak pedig gyűlölték az őket lenéző, felettük hatalmaskodó zsidókat. Szóba sem álltak egymással. Ezt tudva még inkább elgondolkozhatunk a felebaráti szeretet kérdésén, mivel a zsidó sebesülten irgalmasságot gyakorló éppen samáriai volt. Emberileg az lett volna az indokolt, hogy a samáriai viselkedjen úgy, mint a pap és a lévita. Ugyan már mi közöm hozzá? Hidegen hagy, mi történt vele? Nem az én fajtámban való. Segítsen rajta egy másik zsidó, úgy kell neki. Minek jár ilyen veszélyes helyeken? De nem így gondolkodott, és egészen másképp cselekedett, mint ahogy várnánk tőle. Megkönyörült a sebesült emberen, fátylat borított a sok évszázados sérelemre, keserűségre és igazságtalanságra, és a legnagyobb gonddal, gyöngétséggel, segítő tettekben megnyilvánuló szeretettel hajolt le hozzá az ellenséges nép fiához, akit a saját népének egyházi elöljárói otthagytak. Jézus azt kéri, azt várja, hogy mi is hasonlóan cselekedjünk. Amen.